Na kérem, nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit. Itt vagyunk Attilával egy elhagyatott gyárépületben, honvédségi kondenzátor. Szóval ezt fogjuk ma megnézni. Egy elhagyatott gyárépület, mint ahogy látjátok, eléggé elhagyatott. Úgyhogy ez a mai program. Nézzünk szét. Hatalmas nagy csarnok. Itt van egy daru. Szebb napokat látott daru. Valami forgácsoló dolgok is lehettek itt, mert ilyen eszterga forgács féleséget láttam itt a földön. Valami műszaki cuccnak a maradványa. Hát itt már bontottak kőkeményen, mert törmelék az van mi bőven. Egyébként Miskolcon vagyunk, szokásunk az híven. Nagyon nem nehéz kitalálni, hogy melyik részén, de a pontos helyet természetesen nem áruljuk el. Jó sötét van. Ez egy ilyen elektromos helyiség. Mindenféle bizbasszal. Úgyhogy ezt fogjuk bejárni. Ezekről a forgácsokról beszéltem. Ezek vagy valami fúró, vagy valami eszterga géphez tartoztak. Kikapcsolni tilos. Gondolom ez egy étkező lehetett. Kávéfőző gumik, egy lojávodka, egy kávékijöntő, ricinus, tea, bögre, és a naptár a falon 2013-as. Tehát nagy valószínűséggel akkor fejeződhetett itt be a munka. Micsoda hangok jönnek itt, valami műanyagra csegett. Hát itt biztosíték, hely van bőven. Kár lenne tagadni. Kis fényerőt a dohányzásra kijelölt hely. Köszörű korong, csiszoló papír, itt is lamellás korong, gyótkefe, és faforgács a földön. Hát valami műhely. Régi olajos kanna. Régi linoleum. Megnézzük az asztalon. Nincs-e valami érdekes? Egy fél szemüveg. Hát, jó sok mindent itt hagytak, bár nagy értékek nincsenek. Megszőkelet, hajtókar, lehet valami raktár volt ez. Ez lehetett a kiadója, igen. Nem nehéz megfejteni. Olyan csúszós olajos a padló.
Hát szétdobáltak mindent. Valószínűleg ez valami KFT-é lehetett ez a rész, és sok minden, mint itt a vasgyárban, ez is becsődelt. Nincs rajta dátum, vagy évszám? Nincs. De nem mai a hölgy ruhájából ítélve, ez ilyen elég régi style. Valami mérettábla, 2003. A méreteket a szakember feliratott. Régen ez lehetett a raktárnak az ablaka. Itt van egy lift. És itt személy bőven. Munkavédelmi plakát darabja. Hegesztőpajzs. Dokumentumtartók. Szállító felirattal. Hát egy jó retroszék. Ez valami. Könyvecske, katalógus. Vám hivatalos levél. Kondenzátor. DM magazin. Hívszámot keresem rajta. 2010 az akció ideje. Nézzétek csak, micsoda érdekes tudsz. Kefe. Rossz, aki rosszra gondol. Rengeteg ásványi víz is ez. Ez tele is van még. Igen. Szomjas vagyok. Hoztam ekkora cipő vízes kukkát. Jó. Talpa már leugrott. Ez itt a bejárati rész, amiben jöttünk. Női WC fent, tehát akkor ez a férfi. Valami, ez is egy WC. Öltöző. Ez az öltöző. Öltöző szekrényeket már elvitték. Rengeteg érdekes kütyűhevel a földön. És rengeteg női cipőn és csem. Vajon mi? Garnitúra citrondísztárcsa egy híján. És egy kanapé darabja. Hát. Tipikus öltözőbeli dolgok. Spré. Ez egy Ray-Ban. Legós doboz. Hű, egy jó, jó klasszik telefon. Ez ugye már nincs meg. Kannák. Érdekes. Ez lehetett itt a fürdő? Uh-huh. Igen. Itt fürdöttek a munkások a munka után, a munka befejeztével. Ez valami alperes, felperes. PTK. Hát. Valami szerződés. Probléma. Röviden, ahogy beleolvastam.
visszapillantó tükör, tükör nélkül. Érdekes dolgokat rejt itt a szemét. Na, nézzétek csak. Lövegfelszerelés. Ütegfelszerelés. Ez ilyen katonai dolognak lehetett. 87-es amúgy. És csak ütegfelszerelés, szerszámos láda. Na tessék. Ez egy fegyvertáska? Na, nem biztos. Ütegfelszerelés. Kicsit beljebb lapozok. Speciális szerszám. Ütegfelszerelés. Hát igen, ez valami. Hát én nem jól tartom meg. Ütegláda. Ezek mind ládák. Ládáknak a műszaki rajza. Hát ez most épp egy támasz, de összességében én szinte csak ilyen láda rajzokat láttam. Nézd csak, Attila. Mondjuk, hát mondjuk ez pont nem az. 87-es mind. 80 arról, nézd csak. Ezen is rajta lesz 87. Tudom. És akkor, hogy milyen festékkel kell, mivel? Érdekes. Darab jegyzék. Hát, hogy mindjárt megnézzük itt a könyv. Hát, nincs címe neki. Máskor nem, mint a hiányozó. Csak nem a hiányzó. Nem. Azt hittem, már megvan a garnitúra. Hurrá, utazunk. Egy régi retro állólámpának a burkolata. Jó pofa. Na hát. Érdekes cuccok. Ez valami autóventilátorház, fűtésrendszer. Na hát én úgy gondolom, hogy van itt egy emelet is. Húzaszkodjunk felfele. Itt is van valami. Portás szoba. Ezt tudja. Kapcsolom a lámpát. Irodák. Sejtettem. Szóval már régi monitor darabja látható. Fürdő, WC, vagy mind a kettő WC. Jó sokat dolgoztak itt az emberek, mert mindegy cipőnek kibasott abba. Szerintem valami olaj kijette. És itt a fürdő. Itt egy fizika könyv. Ott a Szalai Béla. Ezt Attilának át is nyújtom nagy szeretettel. Hű, ezt gyere már Attila, ezt nézze! Kár, hogy ilyen ramatya állapotban van, nézd csak! Négyegző. Diózsér évgyen. Központi. 86-on áll amúgy. Központi. Valami dokumentáció.
86-on el. Igen, 86-on. Nézd, ezt neked találtam, ezt a fizika könyvet tanulmányozd. Hát egy kis korrepetálás. Hát ezt nem néztem. 70-es. Még nem értem. Ja, majdnem. Milyen jó pofa kis hulladéktárlókat csináltak itt a sörökbe. Hát ez az öltöző, ez kihaltabb. Hát itt valami buli volt, úgy látom utoljára. Monitor. Ezer 7-es naptár. 13-as volt a legutolsó, amit találtunk lenn még. Hát ez is csak egy egyszerű zuhanyzó rész. Hát esetleg aki ilyen, hú, de erős a lámpa, mindjárt előre. Esetleg aki ilyen vasas szakmában dolgozott, vagy itt a gépgyárak egyikében, vagy kohászatban, azoknak nagy érdekesség lehet ez, mert tényleg ritkán látott dolgok ezek. Így látni egy gyárat. És itt lesz egy másik csarnok, úgy látom. Na, megyünk és megnézzük. Na, Attila, gyorsan magam elé varázsoltam, és megyünk felfele. Szóval itt egy másik csarnok. Hű, mennyi szakrajz, gyerekek. Kapcsolok lámpát, nem tudom, hogy kell-e, de... Egy pici. Legalább, hogy legyen. Műszaki rajz ez, na. De még ez új. Érdekes íróasztal rendszer. 2000 forint. Négy rendszer. Mik ezek? Van valami hűtő. Ki merjen nyitni? Mit mondtak? Attila! Bele merjünk nézni? Szóra van benne. Nem, hogy ide zárják be ízét az utolsó dolgozót. Vagy minket. Oh, bocsi, igazad is. És csak Attila, itt is van valami, csak oda nem vezet át út, vagy gyárat. Látod ott is a háznak a fele? Oda nem lehet, de lehet, hogy föntről, nem tudom. Ez kisebb is, ez, na, belekezdek újra. Ez kisebb is ez a csarnok, mint a egy emelettel lejjebb lévő kóc. Ez itt Kócz. Aki nem ismerné, bemutatkozik. Ő Kócz. Temítések. Elektromos helység. Hát itt ilyeneken ment a elektromos áram. Elsőségi nyújtás folyamata. Nem végig, hogy na, oda nézni. Nem végig, már nincs itt áram.
háznak készítsünk balesetveszély, és itt pedig a kapcsolási rezelet ennek az egész rendszer. Olyan halkan beszélek, hogy magamat alig hallom. Teljesen jó állapotú még ez a csarnok ahhoz képest, hogy nem használják. Nem tudom, valami horribilis ára lehet, vagy nem tudom, vagy nincs rá kereslet. Ezért állnak ezek üresen. 2000-es. Az újság mikor? 2003. Árufuvarozás. Akkor cigizek itt, na. Ez valami araszusznak a doboza. Nem tudjuk mi ez. Hát ezt a fűtésszelepet itt lekötötték. Milyen rúzsda van a csőbe. Hát otthon a miénkben is ilyen van. És még van itt egy emelet, sőt még egy emelet. Jó sok emelet van, na hát ezt is megnézzük. Hát ha valaki azt hinné, mi még nem jártunk itt, tehát randomba jöttünk ide. Fingunk nincs, hogy mi van itt. Azt se tudjuk, ez milyen jár volt, pontosabban mit csináltak itt. De ha valaki ráismer erre a részre, nyáregységre, akkor írja meg. De ne a videó alá, hanem a YouTube-on, hogyha névi egy részre kattintatok, ott megtaláljátok az e-mail címemet, illetve a Facebookon, ha ránk kerestek, akkor megtaláltok úgy, hogy Huncaca, elhagyatott helyek Magyarországon, de elég beírni azt, hogy Huncaca, és kidobja az oldalunkat, és ott is privát üzenetben nyugodtan lehet nekünk írni. Mindig válaszolunk, elég sok levelet kapunk, elég sok tippeket kapunk, de azért ennek ellenére várjuk még a tippjeiteket, mit érdemes megnézni. Szinte most már tartunk, hogy azért jó pár naponta kapunk egy tippet. És ami lényeg, a Facebook csatornánkra, erre a huncacás elhagyatott helyek Magyarországonra, iratkozzatok fel egy like-omba, illetve a YouTube-hoz is, hogy látjuk, hogy nézitek a videót, nekünk ez ösztönzést ad. Nyomjatok egy lájkot a videóra, és akkor látjuk, hogy van értelme dolgozni. Na, feljebb húzackodjunk. Éjjű állomás. Úgyhogy ez egy ilyen apró kérés részünkről. Itt vagyunk, itt nyomjuk, és akkor elindulunk. Van még hely a memórián, elindulunk is felfele. Persze a Hatilla is elindul, de mindegy, én már megyek. És akkor nem zavarjuk egymást, mert ugye ő fotózik. Ez a kis társulásunk fotósa. Hop-hop. Csak engedéllyel. Elnézést, engedélyt szeretnék kérni. Engedély megadva. Köszi. Na, ide nem kell lámpa. Irodaszerű valami volt, lehet, hogy itt valami szakrajzokat csináltak, vagy igen, pont, és miért utalag vettem észre. Ez ilyen rajzálvány. Ott is egy. Tehát ez egy ilyen rajzkombócuc volt, ahol így a valami mérnökök terveztek. Csomagipari vállalatkötő elemeket.
Hát különböző szerszámokról katalógusok. Na. Sok a látnivaló. Ez egy elsősegélyhely. Tehát gondolom ez egy ilyen orvosi szekrény volt. Hát ha valakit baleset ért a munkahelyen, akkor itt látták el. Nem kell nagyész hozzá, hogy kitaláljuk. Ez mi lehet egy Toshiba? Hát valami nyomtatónak a kazettája, amit itt is. Toner. Na, akkor irányít felfele. Még egy szint, és úgy látom, ez az utolsó. Hát, és még Attilára vár egy feladat sajnos. Hát, ez tuti. Tehát ez tuti. Figyeljétek az arcát, mikor meglátja. Tadám! Ő Attila, a mászó. Én megyek is a másik irányba, de majd azért felveszük őt is. Irodák. Na, na. Milyen szakmát tanulva? Hatunk. Ez mennyi van belőle? 88-as a könyv. Gondolom. Aha. Munkatörvénykönyv. Állami szabványok jegyzéke. Munkavédelem. Egy a naptártartó. Milyen szakmát tanulhatunk? Az meg valami szerszámkatalógus. Mutatók, papírtartók. Na. Ez hol van? Pécs. Hát van a fotón. Nem volt nehéz kitalálni. Naptár, ez semmében nem az. Hú, Attila, mit találtam itt, nézd csak. Figyelj, munkatörvénykönyvet tudok adni, mert azt találtam. Érdekel, különböző munkatörvénykönyveket átnyálaszhatsz. Még ramatya. Igen, ez a legfelső szint, látszik, hogy már beázik. Ez itt a legramatyabb szint. Yellow pages. Itt valami. És ablak. Akkor tudsz. Azért van itt mozgás, tehát nem veszélytelen a művelet, de annyira nem is veszélyes, mivel hogy nem törtünk be sehova. 1988. Ez a bélyegző. Méghozzá 12.29. Igen, az árukodik valamiről ez a bélyegző. Az Attilának is. Jól mondom. És ez zárva van. Hát, sokat nem vesztettem vele. Hisz ez itt van. 88. 12.29-en áll a bélyegző. Tehát 88-ban szűn meg ez a rész. Gyanítom, hogy ez még a régi rendszeres dolog, és utána ezt valami Kft. Hasznosíthatta. Éhen nem halunk. Hoztak, hogy jó Istenet. Ez nagymamának, az összes lekvárja itt van. Hoztuk, hogy jó Isten. Figyelj, bezárnak, éhen nem halunk. Ott vagy. Bartos is megeszi, mi is megesszük. Ez csak, ja, itt is van még egy.
Hát, üres helység, ezekre nem fecsérlem az időt. Inkább ide húzóckodok át. És köszönöm, ez egy Dacia ülés. Tehát, vagy valami hasonló. Hiti kard. Igen, még egy emelet, még egy szint. Ezért gondoljatok bele, hogy milyen erős anyagból kell lenni ennek az épületnek, hogyha ilyeneket elbír. Tehát milyen erős betonból. Videókazettát találtam, megnézzük, mi van rajta. Azt mondja, hogy Agfa. Nincs ráírva. Fene egye. A Hungexpos épületben találtunk rengeteg videókazettát. 78-as tabló. Na, hát ha valaki magára ismer, azért ez biztos nagy szó. Úgyhogy próbálom rögzíteni, majd Attila semmi nem csinál róla egy fotót. Mert hogy ez valami... Hát itt tanulhattak is a deákok. Tanműhelyszerű valami volt. Itt is van videókazettás zsóval. Úgy látom, benne is van a kazetta. Jé. Nem lehet, hogy jé. 2001. 10. hó. 2009. És ellenőrző. Hát igen, ha valaki itt tanított, akkor ennek ez most, hogy itt tanult, ennek ez most szomorú látvány. Ez egy ilyen orvosi ágynak tűnik. Rengeteg érdekes dolog van itt, de meg rengeteg szemét. Upp, egy Verda. Milyen kocsika. Hoho, oda. Skubi. Na, úgyhogy ezek mind érdekes helyek, ahova sikerül így bejutni. Vagy így, vagy úgy. Úgyhogy majd Attilának is szólok, hogy annyi érdekes dolog van. Tablót láttad ezt a... Aztán nézd meg, itt rengeteg érdekes van fotózni. Valami tanterem is, még a táblán vannak szövegek. Majd kérünk Attilától egy jó fotót, mert a videóban nem tudom, kivehető lesz-e. Hát ez is egy elektromos helység itt. Lehet, hogy ez valami tanműhely szint lehetett itt az osztályteremből kiindulva. De lehet, hogy nem. Lehet ez valami, nem tudom, műhelyszerű cucc. Na, kinézzünk. Hát, rövid ideig dobtam ki a kamerát, elnézést, de tényleg nem. Na, itt járt Peti és Máté 2015. 10. hó 31-én. Nem hagytak egy krétát, mert odaírnám, hogy mi is, de nem. Hát ezt nagyon sajnálom, hogy nincs egy kréta, mert írnék oda. Nem hagytatok. Peti Máté. De majd a tanteremben visszamegyek, hátra találok krétát, és akkor ide írunk valamit. Kis mementót. Na megvan. Úgyhogy mi is itt jártunk. A
találtam egy kréta darabot. Találtam itt még egy Temén Attila egy helységet. Bőszen fotózza. Megyek nézni. Elmész, balra-balra. Rá van írva a táblára valami, olvasd el. Nem tudok szépen írni. Szóval itt, ahogy bejöttünk itt a videókazettánál, itt volt szemben még egy ilyen ajtó, elhúzós, és ezt még az itt elhúzta. Hát, még egy szemétdomb. Érdekes. Hi, mutatok valamit. Mi jó, hogy észrevettem. Na kérem. Ezt figyelni. Jó. Ezt figyelni. Ez kőkemény. Ez a retro cucc. A javából. Régi polimer ellen. Vagy nem polimer, nem tudom mi a márkája, mindegy. Jó! Na, hát itt... Éppen képváltam fordulni azt a... Megoszolnik magamot. Hú-hú! Ez érdekes. Miket nem talál az ember? Basszony! Nem jó az a hangoskodás, de hát nincs mit tenni. Már szétnéztünk. Na, ezt a részt ezt még nem jártam be. Aha, valami elektronikai műhely. Azt mondja, tényleg biztos gyakorlatilag ilyen kapcsolásokat, bekötéseket. Ez a szint, ez biztos, hogy a műhely volt. Oda nézzetek csak, mennyi ilyen banánajzat. Igen, igaza van, és itt is van egy tábla. És itt sincs kréta. Ezek miért nem tett már krétára se a végén. Nem legyen sem, de gyanú. Nagyon csődbe mehettek ezek, tehát tényleg. Nem telt a végén már krétára se. Most írtam volna a csupasz táblára valamit. De nem tudok. Képzeljétek oda, hogy arra van írva. Olyan kis krétadarabot találtam, amiben az előbb írtam rá, hogy már körbe mi kopott. Na, Attila, te! Ott egy döglött madárka, nem mutatom meg. Szóval ezt a szintet is bejártuk, ezzel egy kicsit úgymond el is pöcsöltünk. Úgyhogy még itt kint, ha van valami érdekes látnivaló, azt megmutatom. Mit csinál? Most jön a tető. Ja, most jön a tető, igazol van a tünelmek. Azt én az elfelejtettem már, de hogy felejtettem el. Csak próbálok terelni. Hú, mennyi merászárt a jó ég. MHS-40. Lányok, tavasz, aki... Hát, nem rosszak ezek a retrók se, te. Tötillen, nem rosszak ezek a retrocsajok se itt a plakáton. Tető. Jaj! Régen nem szoktam mászni. Ott is van egy 100-as. 78-81. Azt nem is láttam. Ott is van egy ilyen tabló. Ez a lépcső, igen. Jó állapotú.
Na, akkor itt el lennénk az épületet. Jó, meg van csinálva a szigetelés, mert nagyon nem ázik. Figyelj, ezt nézd már, még mennyit van, mert valaki már feszkedte. Lipgéphez. Akkor ott a motor. Látod? Milyen jó, hogy itt voltam. Milyen meleg van itt, te. Villamos baleset. Utasítás. Födém terhelés. És a motornak valami fassága. Magyarul a motort leszették, és a réz, a ráló részt, a tekercset, azt lepattintották. Hát amúgy én nem hinném, hogy ennek az égettömerő világon valami baja is lenne. Még ez a drótkötél is milyen jó állapotú. Francba. Na, minden ez van. Na, szóval ez volt a tető. Húzózkodok lefele. Azért örülnék, ha nem szúrnának ki valahonnan, hogy mi itt kommandózunk. És akkor visszaértünk ide a tetőtéri részbe. Vagyis a legfelső szint részére. Úgyhogy nagy valószínűséggel bejártuk. Ennyi volt. Éppen Attila most mászik le. Úgyhogy szerintünk ennyi volt, ugye? Nagy gondszínűség, ennyi volt, megmutattuk ezt is. Amit elmondtam a videó közben, tudtok, ilyesmit szóljatok, nem kell magatokba tartani. Köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok!